Galgóczky Nékrobák Mária Kövegy polgármestere televíziónknak adott interjújában elmondta, a településen található intézmények javarésze a korábban megszokott működési rendet viszi tovább. Többek között a hivatal, az orvosi rendelő és a könyvtár is a régi helyen nyújtja a szolgáltatásokat. A faluház zárva tart, hiszen ez rendezvényeknek adott otthont, ám ezeknek a száma a téli időszakban minimálisra csökkent Kövegyen. A művelődési ház felújítás alatt van, így azt a munkák befejezéséig egyébként sem tudná funkcionálni. Megtölteni a falu vezetése. Mint megtudtuk, Kövegyen az elmúlt években arra törekedtek, hogy kihasználják a megújuló erőforrásokat. Az önkormányzatnak a fűtése, az napelemmel van már megoldva, a könyvtár is, a faluház is, az orvosrendelőnk és a család segítő tetején is napelemek vannak. Folyamatban van a kultúrházunknak a felújítása, amely szintén napelemmel fog működni. És még meg is hagytuk például a kandallókat, tehát nem csak napenergiával, hanem nagyon nagy szükség lesz rá, vagy valami technikai okok közbe jönnek. Minden épületünket tudjuk még fűteni hagyományos fatüzeléssel is. A polgármester hozzátette, a közvilágítási rendszeren keresztül fogja az önkormányzat leginkább megérezni az áramárának emelkedését. Kérdéses, hogy a december 31-ig érvényben lévő szerződés lejárta után mennyire kedvező új megállapodás születik majd. A képviselőtestülettel a közvilágításnál a korszerűsítést beszéltük már árajánlatot is kértem, hogyha kicserélnénk az égőket takarékos égőkre a lámpatesteken, hogy az mennyi megtakarítást eredményezne. Kövegyen az egy utca van, ami végigmegy a településen, teljesen, a többi csak egy ilyen kisebb utcák, de azokba is azért a világítást meg szeretnénk tartani, a kisebb utcákban is, mert ott is közlekednek emberek, van, aki dolgozni jár éjszaka. A biztonság érdekében úgy gondolom, hogy a közvilágítást korszerűsítéssel tudnánk megoldani, hogy megtakarítást érjünk el. Hozzátette, a helyi lakosokra is nagy terhet ró az energiaválság és az áremelkedés. Az önkormányzat sajnos csak az állami szociális normatíva keretéig tud támogatást nyújtani a kövegyieknek, hiszen a faluban nem működnek nagyobb vállalatok, így például a befolyó iparűzési adó is minimális. A fűtési szezonban mégis tudnak segítőkezet nyújtani, ugyanis sikeresen pályázott a falu szociális barna kőszénre, amelyből 169 mását nyertek. A fűtőanyag támogatás iránt a korábbi években viszonylag nagy volt az érdeklődés. Előfordult, hogy 40-50 család is benyújtotta igényét, hangsúlyozta a polgármester.